Tököli Délszláv nemzetiségi együttes 1967-ben alakult. Létének elsődleges célja a magyarországi délszlávok népi kultúrájának, néptáncának és népzenéjének gyűjtése, feldolgozása és színpadra állítása. Mindezek mellett a repertoárjukban megtalálhatóak a különböző magyar tájegységek dalai, táncai, illetve a volt Jugoszlávia népeinek folklórja is. Ennek a kultúrának a megőrzés hasonló a magyaréhoz. Gyakorlatilag a Tököli Délszláv táncegyüttes ugye jellemzően Tököl nemzetiségi település lévén a szerbek, horvátok népi kultúráját, illetve a magyarországi szlovénekét ápolja, de emellett a repertoárban tekintélyes mértékben előfordulnak magyar tájegységek táncai, dalai, hiszen magyarok vagyunk. Az, hogy nemzetiségiek vagyunk, javarészt, mert most már egyre kevésbé az asszimiláció következtében, de még mindig gyökereiben szinte mindenki ott van a vérvonalban egy kicsi szláv vér. Az Artes Senior csoportja idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A mögöttük hagyott két évtizedben számos hajdani albás táncos fordult meg soraikban, és az egykori alapító tagok közül a mai napig még mindig 12-en koptatják a világot jelentő deszkákat. Nagyon hosszú ez a 20 év, és belegondolva elrepült egy pillanat alatt, rengeteg élmény és emlék kevereg az én fejemben. Talán az, hogy mindig megújulunk, mindig jön újabb és újabb táncos, vagy elköszön egy időre, mert közben születik egy gyereke, vagy a munkája miatt elkerül, aztán visszakerül. Mindig megpróbálunk újat és újabbat tanulni, újabb anyagokat, kismagyarországit és erdélyit is egyaránt. A táncosok, akiket baráti szálak is fűznek egymáshoz, hetente két alkalommal gyakorolnak, hogy aztán a szedtevette zenekar kíséretével, színvonalas előadásukkal örömet szerezzenek a hazai és külföldi szenior találkozók közönségének. Nagyon sok mindent kell tenni. Főleg az, hogy ott részt kell venni a próbákon természetesen, és mindent beleadni, és a saját tapasztalatunkat is hozzáadni az egészhez, és mi is aktívan hozzájárulunk ahhoz, hogy a múlt is megjelenjen most, jelen pillanatban, illetve az újakat is meg tudjuk mutatni, mert nem csak a régi táncokat szeretjük, nem csak a régi táncokat mutatjuk be, hanem az új kezdeményezéseket is szívesen fogadjuk, és még most is tanulunk. A Királyi Napok a Fölszállott a Páva 2019. évi gyermekévada szereplőinek folklór műsorával folytatódik. Fellép az Urbán Verbunk, a Zselic Dönöge, a Pulutyka csoport és Trenka Máté.